Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A reményt jelképezi a második gyertya. Jó hangulat jellemezte az adventi vását Szekszárdon. Semmi sem megy veszendőbe, hagyományos disznóvágás a székelyeknél. Lovas felvonulás. Mőzsről Tolnáig tartott a menet. Jótékonysági futás. Adományokat gyűjtöttek Tamásiban. Hangulatos késő esti délután tölthettek azok, akik kilátogattak az adventi vásárba, ahol koncertek és rengeteg finomság várta az ünnepre hangulódni vágyókat. 5 órakor sor került az advent második gyertyájának meggyújtására is, ahol Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere a gazdag program kínálat mellett a szeretet és békesség fontosságára hívta fel a figyelmet. Egy pohár finom forralt bor, egy incsiklandó harapnivaló, egy gyönyörű, kézzel készített asztaldísz, ünnepi fények és lélegmelengető színpadi programok várták azokat, akik kilátogattak a hétvégén a szekszárdi adventi vásárba. Én nagyon szeretem a karácsonyi vásárokat, mert szerintem nagyon így bele lehet rázódni a karácsonyi hangulatba, és tényleg az, hogy így összegyűlhetnek az emberek, és együtt lehetnek, és nézelődhetnek a vásáron, akár hallgathatnak zenét is, meg fellépők is vannak, szerintem ez nagyon nagy dolog mindenkinek, és szerintem érdemes ezeket meglátogatni és megnézni minél több ilyen karácsonyi vásárt. Ilyenkor nem csak maga a tér, de a város is karácsonyi világításoktól és díszektől pompázik, ahogy ez minden évben megszokott. Gyurkovics János, Szekszárd város alpolgármestere hozzátette, az új helyszínnek köszönhetően is több ember látogatott ki. Résztvevők kérésére az idei évben nem a Béla téren, hanem itt a Garai téren alakult ki a karácsonyi vásár és a kiegészítő rendezvényeknek a dolgai. Nagyon fontos dolognak tartjuk ebben a rohanó világban és az elgépiesedett időszakban, amik itt a beszédben is elhangzott, háborúktól terhelt világban vagyunk. Nagyon sok az elesett ember, akit észre kell venni, támogatni, segíteni kell. Vasárnap került sor a második gyertya meggyújtására, ami a zsidó népet szimbolizálja, akiknek Isten megígérte, hogy közülük való lesz a messiás, ezért ez a lila gyertya a remény jelképe. Ilyenkor érzékenyebbé válnak az emberek is, és megpróbálunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy amit ismétlésben bocsátkozom, hogy a lelki felkészülés, készülődés teljes egészében tudjon kiteljesülni, és utána majd mindenki békességbe, szeretetbe, a családjával tudja tölteni a karácsonyi ünnepeket. Lustig Mária cukrász olimpia győztes, világbajnokságokra és World Skills versenyekre felkészítő mestercukrász szakoktatóval készítettek csoki plasztikákat a Tolna vármegyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó iskola diákjai. A lejegyzettelt recepteket, a megismert eszközöket, trükköket vizsgamunkájuk elkészítésénél is fel tudják majd használni a hallgatók, közölte az intézmény közösségi média oldalán. A szekszárdi első Béla gimnázium ebben a tanévben is elnyerte a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar kutatóiskolája címet, így diákjaik az egyetem kémia tanszékén végezhetnek kutatásokat és bekapcsolódhatnak a kutatócsoportok munkájába. Bosnyák Petra és Radu Patricia 11. évfolyamos diákok Nagy István pedagógus kíséretében vették át a kitüntetést az intézmény dékányától. Disznóvágást tartottak Székelymódra a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének házában. A disznótorom pálinka, galuska, hurka, kolbász, pecsenye is tálalásra került, így minden adott volt egy felejthetetlen mulatságra. Az eseményt immáron 9. éve rendezik meg a hagyományok jegyében. A tél a disznóvágás ideje. Nincs ez másként a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületénél sem. A székely hagyomány nem csak a mézes pálinkáról, hanem az egész évre alapélelmiszerként szolgáló sertés feldolgozásáról is szól. 9 éve már disznót vágunk minden évben, hagyományok szerint összejön a csapat, úgy veszük a disznót, vagy kapjuk ajándékba, de minden támogatóink vannak, és csinálunk
kolbász, hurkát, galuskát, mert az a mi szolgálunk, a galuska. Mit beszélsz? Nemzetének a galuska. Ez is azok közé az ételek közé tartozik, amiből nem lehet eleget készíteni. Általában a legnagyobb lábos tölti meg, amikor elkészül, az utolsó gombócokért azonban mégis megy a közelharc. Általában a galuskáról beszélek, és azt mondja a lányom, hogy nem, mert ez töltött káposztán, mondom, székelyesen galuska. Hát ugyanúgy a darált húsból fűszerezzük, rizs van hozzá, van egy recept, hogy mennyi húshoz, mennyi fűszer, meg egyebek kellenek, és akkor ezt így káposztába beleforgatjuk, és most már ott van tele a fazék, meg lehet nézni, hogy 240 galuskát készítettünk ma estére. Ezért is fontos, hogy tovább éltessék a disznóvágás hagyományát. A helyi székelyházban jó hangulatban készültek a finomabbnál finomabb ételek. A lányok készítik a mai vacsorához, meg hát már készen van a májat sütöttek, pecsenyét sütöttek, hogy az előbb a kollega is elmondta, úgyhogy nagyon sok finomságot fogunk elfogyasztani a mai nappal. Az estére már hozzák a süteményt is az asszonyok, meg a borászok a bort, meg hát pálinka az nélkülözhetetlen. Azon már itt a nagy része, akik már disznót vágnak, azok már túl vannak rajta. Az estét vigalommal, hurkatáncolással zárta a közel 80 fős vendégsereg, ahol a hurkatáncolás is székely hagyomány. A lényege, hogy régen a faluban, ha tudták, hogy disznót vágnak valahol, a szomszédok is bekopogtak, és vidáman énekelve kosárral a karjukon táncoltak, és kértek hurkát, kolbászt a háziaktól. Miután megkapták, távoztak. A jó disznótor, a mulatozás régen akár egészen hajnalig is eltartott. Nem alakult ez másképp Szekszárdon sem. A Paksi FC csapata 3-2-es győzelmet aratott az OTP Bank Liga 16. fordulójában a Ferencváros együttese ellen. A Tónavár megyei együttes így megőrizte vezető pozícióját a tabellán, és az őszi szezon bajnokaként vonulhat majd pihenőre. A hazai csapat góljait Papp Kristóf, Könyves Norbert és Szabó Bálint szerezték. A Tarka SC Szekszárd két utánpótlás játékosát, Nyári Döniszt és Hencsik Adrient újra meghívták a korosztályos válogatottba. Döniszt az U16-os, Adrien pedig az U14-es nemzeti csapattal először Székesfehérváron készül, majd pedig december 17 és 22-e között Lengyelországban szerepelnek az olimpiai reménységek versenyén. A magyar csapat a jövő évi Európa-bajnokságra készülve tétmérkőzéseket játszik, míg a serdülő nemzeti együttes felkészülési találkozókon vesz majd részt. Mikulás ruhákba öltözött lovasok vonultak Tolna utcáin. Az eseményt a Tolna-Mőzsi Lovas Egyesület szervezte. A menet Mőzsről 3 megállóval egészen a tolnai lovardáig tartott. A szervezők célja a hagyományteremtés. A felvonuláson részt vettek a 2002-ben alakult és közel 70 fős egyesület fogadhajtói, ügyességi versenyzői. Virág József, a szervezet elnöke, fontosnak tartja a helyi lovas hagyományok megőrzését. Mindenki, aki valamilyen szinten kötődik a lovas egyesülethez, a lovas klubhoz, egy az, hogy a családban lévő lovak, a hagyomány teremtése, illetve az ápolása miatt igen fontosnak tartják, hogy még akinek van lova, tegyünk érte, csináljuk, igenis Mözsön is legyen valami, és ezzel is színesítsük itt a falu életét. A rendezvényre több környékbeli településről, például Tengelicről és Hőgyészről is érkeztek lovasok. Mi itt vagyunk, illetve a kislányom itt versenyző, a Tolna-Mözsi Lovas Egyesületnél, és mi Tengelicről érkeztünk 3 lóval, és mint egy csapat így részt veszünk a versenyen, vagy a felvonuláson, illetve. A megállóknál az érdeklődők közelről is megtekintették a lovakat, a gyerekek pedig szaloncukrot kaptak. Kis Barbara elmondta, a felvonulás megrendezéséről az egyesület éves gyűlésén döntöttek. Hozzátette, pozitívum, hogy egyre több fiatal lány és fiú vesz részt a hasonló eseményeken és versenyeken. A magyar az egy lovas nép már nagyon régóta, és ennek a hagyományát szerintem folyamatosan ápolni nagyon szép dolog, meg ugye a gyerekeknek is ez egy nagyszerű sport, és ilyen tekintetben szerintem ez egy jó dolog.
Az Egyesület idén a Mözsi lovas pályán 5 eseményt rendezett. A jövő évben a versenyek mellett a felvonulást is újra megtartják. Advent második vasárnapját ünnepelték Dombóváron. A Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közös műsort készített az I. és Gyula gimnáziummal. Szűcs Eszter evangélikus lelkész az ünnepekről tartott beszédet. Szűcs Eszter, Gyarmati Éva Andrea, Kis Balázs és Bogdán László gyújtották meg közösen az adventi koszorú második gyertyáját, ami a reményt jelképezi. Advent második vasárnapja van az adventi koszorúna, második gyertyát is meggyújtjuk, és ezzel az időszakkal készülünk a karácsony ünnepére, kisbőjt is egyben az advent, és nagyon szép hagyomány itt a városban, hogy most már régóta mindig adventi gyertyagyújtással közösen ünnepelünk adventi vasárnapok délutánjain. Tolna vármegyei történetek. Ezzel a címmel nyílt kiállítása Martonfaj Dénes fotóriporternek Szekszárdon. A légi és földi képeken keresztül örökítette meg a vármegye településeit. A 78 fotó hármasával kapott helyet 26 tablón. A kiállítás december 22-ig látogatható a Művészetek Házában. Az anyag témája, amikor elkezdtem, egyszerűen Tolna megye volt, és arra találtam ki egy koncepciót, hogy hogyan tudnám megmutatni Tolna megyét. Akkoriban nagyon sokat portréztam, meg nagyon sok légi felvételes melón volt, és így adta magát, hogy így kombináljam össze. Jótékonysági futóversenyt tartottak Tamásiban. A rendezvény keretében adományokat gyűjtöttek a rászoruló gyermekekért alapítványnak, a Tamási Állatvédő Egyesületnek és a Tamási Szociális Központnak. Gyűjtöttek a gyermekeknek édességcsomagokra és gyümölcsökre. A kutyusoknak tápokra, konzervekre és törölközökre. A szociális központnak pedig tartós élelmiszereket és tanszereket vásárolnak az adományokból. A regisztrációs díj melegtea, forró kakaó, kalács és pogácsa megvásárlásával is lehetett adományozni. A futók 2100 métert futottak le, a látványosan kivilágított traktorok és Mikulás busz kíséretében. Fuss és segíts elnevezéssel a Futamási futócsoport és a Kopka Zrt. Szervezésében egy jótékonysági rendezvényen vagyunk ma itt, ahol egy jótékonysági futás veszi hamarosan kezdetét, egy mögöttem látható traktoros kísérettel, Mikulás busszal, és a futás után pedig koncertek lesznek, és az egész rendezvény ideje alatt pedig adományokat gyűjtünk, többek között a rászoruló gyermekekért alapítványnak, a Tamási Szociális Központ munkatársai segítségével a rászorulóknak, és természetesen a Tamási Kutya Otthonnak is. A támogatók nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendezvény. A Kopka Zrt. Egész évben segít, támogatja a helyi szervezeteket, egyesületeket, rendezvényeket, de egy karácsony közelettével nagyon fontosnak tartjuk, hogy segítsünk, összefogjunk még jobban az eddigieknél. Ezért is történt, hogy a Futamási Futóegyesülettel közösen létrehoztuk ezt a jótékonysági rendezvényt. A rendezvény nagyon jól sikerült, az idő is kedvezett hozzá. Nem volt hiánya jó hangulatból, a műsorokból és a látványosságból. Regionális híreink következnek. Újra elérhetők lesznek a napelemes támogatások. Januártól az energiatárló kiépítése is kötelező. Foglalások. Sokan töltik az ünnepeket a balatoni szállodákban. Ismét látogatható a Természettudományi Múzeum Pécsen. Időszaki kiállítás nyílt egy barlangász hagyatékából. Újra lehet pályázni a lakossági napelemfejlesztések támogatására január közepétől. Erről is beszélt a területért felelős államtitkár Baranyai látogatásán. Steiner Attila elmondta, hogy az új lehetőség kiemelt célja az energiatárolás támogatása. Így önálló, csak energiatermelésre alkalmas napelemek telepítését nem támogatják. Újraindul jövőre a lakossági napelemes pályázat hazánkban. Erről is beszélt a területért felelős államtitkár Mohácson a héten. Steiner Attila elmondta, már januárban feloldják a feltáplálási tilalmat. Jövő év elejétől az ország 93%-ában vissza tudjuk engedni a lakosokat, újra fel tudnak táplálni majd. Ugye az nagyon fontos, hogy ez az új projektekre vonatkozott ez a feltáplálási tilalom, a meglévő projektek eddig is zavartalanul fel tudtak táplálni,
és január 15-től pedig fogunk indítani egy új Napenergia Plus nevezetű programot, ahol 75 milliárd forintos keretösszegben támogatjuk majd a lakosságot, hogy termeljen zöld energiát, és próbálj meg helyben el is tárolni azt a zöld energiát, és azt minél szélesebb időszakban, akár amikor nem is süt a nap, akkor felhasználni a saját maga által megtermelt zöld energiát, úgyhogy ezzel a pályázattal fogunk jönni, és ez január 15-én fog indulni. Az elképzelés szerint nagyobb szerepet kap az energiatárolás az új pályázati lehetőségben, sőt, feltétele lesz a sikeres támogatásnak. Úgy lehet igénybe venni a támogatást, hogy csak napelemre nem, hanem hogyha mellette egy tárolót is telepít a lakos. Ugye ezzel lehet azt az időszakot kitolni, amikor nem kell a hálózatról vételezni a villamos energiát, mert a saját magunk által megtermeltet eltároltuk, és előbb azt használjuk föl. December 4-én már elindult a kivitelezői regisztrációs folyamat. A lakossági előregisztráció jövő január 15-től indul a Napenergia Plus program oldalán. Legfeljebb 5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kínál az új lakossági napelemes és tároló telepítési pályázat, amellyel legfeljebb a beruházás 66%-át támogatja a kormány tisztán magyar költségvetési forrásból egy összetett feltételrendszer mentén a hírek szerint. Jól alakulnak az ünnepi foglalások a balatoni szállodákban. Sok helyen már szeptemberben elfogytak a szabadszobák karácsonyra. A hotelek külön programokkal, koncertekkel készülnek a vendégek számára. A szakemberek szerint évről évre kedveltebb a magyar tenger a hideg évszakban is. Ez a télen is nyitva tartó üzleteknek, éttermeknek is köszönhető. Ugye itt látható is, hogy 24-től 7-ig szinte már teljes teltházasok vagyunk. Egy-egy éjszakákra vannak szabad helyek, illetve még 24-e előtti időszakban ez a 21-től 23-áig lévő, ott még két éjszakára van szabad kapacitás. Örömmel mondhatom, hogy karácsony szilveszterre gyakorlatilag az utolsó szobákat is eladtuk. Nagyon ébernek kellett lenni annak, aki szeretett volna foglalni idén évvégére. Egyébként 80% körül áll az egész hónap vonatkozásában a szálloda, néhány hétköznapi hely van, még a hétvégék már beteltek. A korábbi években is az volt a jellemző, hogy a karácsonyi szilveszteri időszak stabilan megtelt. Voltak olyan évek, amikor egy-egy nap csak félházas volt a téli szünet alatt, de most már a tavalyi évben is azt tapasztaltuk, hogy a karácsony szilveszter teljesen megtelt, és ugye idén az egy különösen szerencsés helyzet, hogy a január első hete is a téli szünet, úgyhogy így itt évvégén és évelején gyakorlatilag két teljes hétig teltház lesz a szállodában. Szerencsére ez a téli időszak meghozta az utazási kedvet. Ugye az ünnepek szempontjából ez mindig egy kiemelt időszak. Előre is kell tervezni, hiszen több generációs család szokott érkezni a karácsony, illetve a két ünnep között. Szilveszterre pedig inkább a baráti társaságok, de nyilván minél több embernek kell összehangolni a programját, annál szerencsésebb a mi szempontunkból, mert annál előbbre gondolkodnak a vendégek. A karácsonyi foglalások már szeptembertől elkezdődtek, de zömében körülbelül egy ilyen két hete lett meg. A nagyon szép foglaltságunk van, már most ilyen 80% körül vagyunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a Balaton mellett is nagyon ígéretesnek érkezik az év vége. Rengeteg sportos program vár a hozzánk érkezőkre. Ebben az időszakban például a mostani hétvégén, december 9-én is rengeteg futás és futó és kerékpáros program lesz a Mikulás jegyében, többek között Balatonszárszón, Siófokon és Alsóőrsön is. Emellett az egy négyzetkilométerre jutó Mikulások száma is itt a legnagyobb, tehát mindenképpen érdemes eljönni a Balatonra, hiszen rengeteg kiváló adventi vásár várja a hozzánk érkezőket. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy bár most szép havas a táj, még nem fagyott be a Balaton, viszont körbe a Balaton pör környékén rengeteg jégpálya várja a sportolni kedvelőket, tehát van miért eljönni a Balatonra ebben az időszakban is. Gasztronómiai szempontból is kifejezetten érdekes a tél, hiszen nagyon-nagyon sok szolgáltatónk nyitva tart most már éven át, és az évszaknak megfelelő, különleges ételekkel, gasztronómiai csodákkal várják a vendégeket.
Egyre többen döntenek úgy, hogy nem otthon, a meghitt családi környezetben, hanem a családdal együtt, esetleg egy kellemes desztinációba, például a Balatonon, Balatonra jönnek, és ott töltik el a karácsonyi ünnepeket, ezzel megszabadulva rengeteg olyan feladattól, ami ilyenkor a háztartás vezetés terén érinti elsősorban a háziasszonyokat, tehát mindenkinek ajánlom, hogy érdemes ezen a lehetőségen is elgondolkodni, és a karácsonyi időszakot már a Balatonon történi, és az új évről és a szilveszteri bulikról nem is beszélve, hiszen azon a területen is úgy gondolom, hogy rengeteg színes programmal várjuk az érdeklődőket. Ismét látogatható a Janus Pannonius Múzeum természettudományi múzeuma Pécsen. Ebből az alkalomból december 7-én időszaki kiállítás is nyílt Rónaki László egykori barlangkutató hagyatékából. A barlangász emlék kiállítása a karszt barlangkutatást mutatja be. Végre újra megnyílt a természettudományi múzeum. A Covid alatt zárva tartott intézmény mostantól nyitva van. A Janus Pannonius Múzeumnak a zöld szíve ez az osztály, mondta Simon Béla, a Janus Pannonius Múzeum igazgató helyettese a megnyitón. Nagyon sok ember fordult hozzám azzal, hogy mikor fog újra kinyitni, mivel ők nagyon sokszor jártak ide hozták a gyerekeiket, a családjukat, és úgy érzem, hogy ez az osztály nagyon sok embernek hozta el a természetet itt a nagyvárosban, és hoztak közelebb hozzájuk a természetet. És most is arra számítunk, hogy ezzel a kiállítással nagyon sok fiatal számára meg tudjuk ismertetni a barlangászatot, a mecseket, a mecseknek olyan részeit, amit egyébként nem ismernek. Hosszabb kihagyás után egy időszaki kiállítással nyílt meg a múzeum. Rónaki László egykori barlangkutató hagyatékának emlékkiállítása a KASZ barlangkutatás mutatja be. Rónaki László barlangkutató hagyatéka 2021-ben került a Janus Pannonius Múzeum természettudományi osztály gyűjteményébe. Ez az anyag kínálta az alapot a kiállításhoz, valamint a barlangok természetvédelmi jelentősége, miszerint minden barlang törvény erejénél fogva védett. Fontos kutatások fűződnek a nevéhez, vízfőbarlangnak a feltárása, az Abaligeti barlangban is kutatott, és a legnagyobb teljesítmény, vagy legnagyobb kutatási eredmény a Spirál barlangnak a feltárása volt. Számos kutatócsoportnak az elindítása, megszervezése fűződik a nevéhez. Komoly tudományos eredményeket ért el azzal, hogy a vízbázist mecsekbe lehatárolta, és hát gyakorlatilag a minden fontosabb barlangot dokumentált Baranyában, és az egész országban, sőt még nemzetközi szinten is hívták mutatni. Kőzetek, térképek, tablók, a barlangászkodáshoz szükséges felszerelések is láthatók Rónaki László hagyatékában. Előzetesen bejelentett csoportok látogatását is várják a múzeumban. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. A reményt jelképezi a második gyertya. Jó hangulat jellemezte az adventi vásárt Szekszárdon. Semmi sem megy veszendőbe, hagyományos disznóvágás a székelyeknél. Lovas felvonulás. Nőzsöl Tolnáig tartott a menet. Jótékonysági futás. Adományokat gyűjtöttek Tamásiban. Kedden ismét erősen megnövekszik a frontfelhőzet, és délutántól egyre több felé kell számítani kisebb esőre. Emellett helyenként tartósabb ködfoltok is lehetnek. További enyhülésre van kilátás. Friss hírekkel legközelebb kedd este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keresnek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!